bakteriális fertőzés miatti szívgyulladás életmentő műtéttel, amely sikerült, ám véget is vetett a 28 éves nba labdarúgó pályafutásának 119 mérkőzés, 21 gól, a jogi végzettségű dr. Horváth Zsolt Pécs és az MTK után Debrecenből vonul vissza, de nem szakad el imádott sportágától. Hát őt köszöntöm, ő van velünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, e, Hát Zsolt ugye a karácsony az ünnepek után a semmiből jött neked ez a 40 fokos láz az első januári tréning után. E, kórházi kutakodás bizonytalanságok napjai. Egyáltalán mi lehet a baj? Ez a bizonytalanság, ez volt a legszörnyűbb, ami leginkább megviselt akkor? Hát az első időszakban mindenféleképpen az volt a probléma, hogy nem lehetett tudni azt, hogy, hogy ezt, a, ezt a tünetet milyen háttér dolog produkálja. Aztán, amikor már idővel kiderült az, hogy, hogy mi a konkrét probléma, és meg is mondták azt, hogy mi ebből az egészből a konklúzió, az, az, az volt az igazán rémisztő. Amikor a konklúzió, ott brutálisan ért és azt mondták, hogy Zsolt, a profi karrier véget ért. Így van, pontosan. Egyébként az amatőr is véget ért? Tehát a test-test kontaktus nem megy, nem, nem kispályázhatsz, nem játszhatsz csapatban? Hát mindent lehet, csak ugye megvan a, a, az esélye, jóval nagyobb növelt esélye annak, hogy, hogy valami olyan eredmény következik be, ami esetlegesen az embernek az életébe kerülhet úgyhogy inkább fogalmazunk úgy, hogy nagyon-nagyon erősen nem javallott uh -huh. bármilyen olyan sportot űzni, amiben ami van testi kontakt, mert hát mert hát mindig ott van a, a veszély annak, hogy bármilyen olyan ütés éri mondjuk a fejet, vagy a vagy vagy a szívvel történik valami, ami, ami nem kívánt következményekhez vezethet. Miközben persze ott a, a, jó hír, hogy mozogni, meg sportolni lehet, tehát például futással, erősítése terelheted magadat majd, igaz? Így van, hobbi szinten, amatőr szinten lehet sportolni, lehet folytatni a sportolást, de hát az, az, az valljuk meg, az már nem ugyanaz, mint a, az életemnek az eddigi szakasza. És akkor a, melyik lett és lesz a, a, nehezebb ezután a sok után Zsolt a, a lelki, vagy a testi-fizikai e, újjáépítés? Hát mind a kettő e, akár e, porondon lehet, meg porondon is van, de de úgy gondolom, hogy, hogy, a, hogy a, az eddigi életemet magam mögött hagyni, az lehet e, valójában a nehezebb, mivel, mivel azért valamilyen szinten lehet majd sportolni, amikor már készen áll az embernek a szervezete. Hát lényegében annyi történik, hogy te, annyi, hát ez nagyon sok, de te elképzeltél magadnak egy karriert, és abban mondjuk még egy 8-10 év biztos lett volna, és utána kellett volna eljönni annak a váltásnak, amit most ez a helyzet előre kényszerített jóval, igaz? Valóban, még, még azért úgy gondoltam, hogy benne van egy 3-4 rossz, meg egy, vagy mondjuk 3-4 jó, meg egy-két egy rossz év az első osztályban, vagy akár a másodosztályban, ez, ez nem jött össze, ilyenkor is mutatja meg az igazi arcát az élet, hogy mennyire tökéletes rendező is ő, Hát öröm az üremben, hogy, hogy a futball utáni életre is gondoltam én már korábban, és el tudtam végezni egy iskolát, hogy már sodol majd az életszere az elkövetkezendő időszakban, azt még nem tudom, de, de remélem, hogy a, valamilyen formában a futball közelében tudok majd maradni. Ez egyébként miért alakult így tudatosan nálad már jóval korábban? Végülis a profilabdarúgóknak ahhoz a kisebb táborához tartozol, aki, aki aki doktor, aki egyetemet végzett, aki nagyon fontosnak tartott az élsport mellett a tanulás. Miért? Nekem ez egy gyerekkori gondolatom volt, talán valamilyen film élményből vagy valamilyen uh, irodalmi műből uh, merítve, hogy én ezt a kettőt szeretném majd, ha a felnőtt leszek, uh, csinálni a mindennapokban. Aztán ez kvázi egész gyorsan össze is jött, és uh, mondhatni, hogy egész gyorsan ez le is feleződött. Mert, mert, most már ugye csak a jog lesz az, amiben gyakorlatilag kiteljesedhetek, ha ilyen pályát választok. Egyébként ö, mekkora többlet energiák, meg időbeosztás kellett ahhoz a, az élvonalveli, meg a profi foci mellett, hogy több vasat tartsál a tűzbe? Tehát, hogy te mellette tanuljál is. Hát ameddig elvégeztem az egyetemet, addig, addig bátran mondhatom, hogy, hogy 50-50-be volt a, a az időbeli megoszlása mind az egyetemnek, mind a futballnak. Viszont miután már elvégeztem az egyetemet, utána körülbelül arra datálható az, hogy így jobban be is indult a karrierem, és onnantól kezdve a futball volt az elsődleges. De ameddig a az egyetem tartott, addig az legalább annyira hangsúlyos jelen volt az életemben, mint maga a futball. Uh -huh, tehát nem vetted félváról egyáltalán, és nem egyáltalán nem, úgy nem tehát volt, hogy mellett el ev hanem a, megcsináljuk az rendesen. Igen, uh -huh. így van, tehát a szabadidőmből e, rengeteg időt e, e, szorítottam arra, hogy, hogy, hogy rendes jó jegyekkel le tudjam végezni ezt az egyetemet. Zsolt, arra van magyarázata az orvosoknak, az orvostudománynak, hogy honnan jön egy ilyen bakteriális fertőzés, ami végül is megtámadott téged? Nincs, erre, erre nincs exakt válasz jelenleg az orvostudományban, mint ahogy meg annyi e, emberi teste kapcsolatos kérdésre sincs az orvostudománynak válasza, de ha van válasz, ha nincs, ez, ez a következményeken nem változtat, mert ez, ezt az egészet már nem lehet meg nem történtét -e tenni, viszont e, annyiban azért bízom, vagy, vagy ha fogalmazhatok, így reménykedem, hogy, hogy ugyanúgy, mint ahogy a a történelem, az orvostudományi történelem meg annyi produkált termelt is, hogy egyik napról a másikra akár történik egy olyan innováció, ami által akár mondjuk én is még visszatérhetek a sportba, mert ezért még nem gondolom, hogy annyira idős lennék, hogy ez, 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 a, ez a remény ez még teljesen kizárt legyen. Világos, tehát hogy ilyen típusú reménykedésre is van még néhány éved, hogy úgy mondjam. Két hónapot voltál kórházban, tépelőttél sokat gondolom. Hát ott bent volt idő mindent átgondolni az embernek. Nem, nem mondanám, hogy visszacsinálnám ezt az időszakát az életemnek. Mikor leszel fizikálisan ismét mondjuk a százszázalékos, tehát amikor azt mondod, hogy, hogy, teljesen gyógyult vagy? Hát ez teljesen egyénfüggő, úgy gondolom, hogy napról, úgy érzem, hogy napról napra jobban vagyok. Nem is lehet erre egy teljesen pontos stációkbeli különbségeket mondani, amikor már úgy gondolja az ember, hogy, 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 hogy teljesen kész a minden a életre, akkor akkor abba vissza is lehet térni, de én még azért nem, nem tudnám azt mondani, hogy ennek a közelében vagyok. Uh -huh. um... Hogyan fogadta a történteket a klubod a DVSC? Mondhatom azt, hogy milyen volt a búcsút tőlük, de nem volt még búcsú tőlük, hiszen téged szerződésköt a klubhoz 2018-ig, igaz? Így van, tehát engem jövő nyárig szerződésköt a klubhoz. Egyelőre még kisebb egyeztetéseken kívül nem, nem történt semmi említés sem a, a Lokival kapcsolatosan szerződéssel rendelkezem, valószínűleg e, a közeljövőben lesz ennek folytatása, úgyhogy e, azt, hogy mit hoz a jövő egyelőre, e, ővelük arra nem tudok, nem tudok nyilatkozni. Ez majd a következő időszaknak lesz a történése. Na de most a lábadozásodnak nem biztos, hogy jót tesznek azok az izgalmak, amin a Loki keresztül megy, nem? Hát a Loki sajnálatos mód nincsen túl jó paszban. E, aminek azért még én is részesének érzem magam, mert hát azért több mint tíz meccsen, közel 20 meccsen én is pályára léptem az idei szezonban. Ez a második fél év, ez, ez sajnos még nehezebbre sikeredik, mint ahogy az az első lezajlott, de, de én abszolút úgy érzem, hogy a, hogy a négy mérkőzésen még tud annyi pontot gyűjteni a Debrecen, amivel, amivel idézőjelesen könnyedénben fog tudni maradni. Jó, tehát hogy azt mondod, hogy hogy hiába nagy a baj, annak a rettenetes nagy bajnak nem szabad bekövetkezni. Na, felő felül kétségem nincs. Kétségem nincs, hogy nem fog. De ugyanúgy kérdezhetném egyébként a Pécsi vagy az MTK reakciókat is a veled történtekre, e, tehát ilyen helyzetben azért e, nyilván e, sokan e, keresnek vagy beszélnek veled, meg akár e, mondjuk felkínálnak jövőképeket is, nem? Azt tudjuk, hogy szakkommentátor leszel, helyes, hála Istennek az van, de aztán lehetséges itt a joggal összefüggésben az, ami nem, ami jog, jogi végzettség, de nem távolít el mondjuk a, a futballpályától sem. Nem, tehát egyelőre ez a szakkommentátori dolog, ez egyelőre egy vendég szakkommentátori pozíció volt a loki a kapcsán, úgyhogy egyelőre még ilyenről nincs szó. Uh -huh. Jövőképet még nem kínáltak föl, vagy egyelőre csak puhatolózások uh -huh. voltak itt a személyemmel kapcsolatban, de, de még egyszer hangsúlyozom, tehát nem, nem az a periódus, ahol jelenleg a, az épülésemnek, hogy, hogy már a futball utáni életre gondoljak, itt most egyelőre a rehabilitáció az, ami hangsúlyos, és a felépülés. Ha igaz, hogy, hogy a bajban sokkal élesebben lát az ember, mert rákényszerül, akkor azt áruld el, hogy ebben az egész történetben, ami amin keresztül mentél, mi újat tudtál meg magadról? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Úgy gondolom, hogy ez, a, ez az időszak erősebbé tett. Megtudhattam azt, hogy ilyen, ilyen, ilyen nehéz időszakban is kik azok, akik, akik minden körülmények között mellette válnak gondolok itt a, 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 családomra, a szüleimre, a nagyszüleimre, a kedvesemre, és, és, és a szűk baráti körömre. Úgyhogy, hogy ilyenkor ö, jön felszíre az a mondás, hogy bajban ismerkszik meg az ember. Mint ez körülöttem ez egy elég nagy baj volt, de de, 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 az élet úgy hozta, hogy, hogy, hogy ebből ö, sikerült kilábalni, és ö, és ezeket az emlékeket jó mélyen elraktározni magamban. És azt mondnak végül, hogy ha már a barátokról szó esett, akkor közöttük értek nagyon is kellemes meglepetések, labdarúgók, játékostársak, nem csak most klubban ott lévő játékostársak, hanem korábban szerzett barátok barátfélék részéről is? van a futballban azért sikerült szerte sok havára cimborára, ezek az emberek, akikre én ilyen, ilyen szemszögből tekintettem, ők, ők, ők sokan meg is kerestek, sokan a támogatásukat fejezték ki, hogyha bármire szükségem lenne, akkor, akkor nyugodtan keressem őket. Úgyhogy ez ilyen szituációban jó érzése tölti el az embert. Hát, Zsolt, akkor további gyógyulást kívánunk neked, és aztán majd jó döntéseket, amikor eljön annak is az ideje. Köszönöm szépen, szépen hogy itt voltál. Köszönöm szépen.